Három nagy sportlétesítmény építését hagyta jóvá tegnapi ülésén a kormány, köztük a sepsi szentgyörgyi jégcsarnokét is. A munkálatokra 245 millió lejt különítettek el. Jóvá hagyták a keddi kormányülésen három sportlétesítmény építését. Konstancán és Pitesten stadion épül, sepsi pedig megkezdődhetnek a jégpályaépítési építési munkálatai. Utóbbira 245 millió lejt különítettek el a Fejlesztési Minisztérium költségvetéséből az építkezés kivitelezője az Országos Befektetési Társaság. Mihály Konstantin kormány szóvívő szerint egy modern sportlétesítményről beszélhetünk. Szintén ma hagytuk jóvá a sepsis Fedett Jégcsarnok építési munkálatait, amelynek értéke mintegy 245 millió lejt, befogadó képessége 2180 néző, és amely a jégkorong és más jeges sportok bázisául szolgál. A három sportlétesítmény a legkorszerűbb szabványok szerint épül meg, és korszerű berendezések rendelkezik majd, amelyek nem csak az edzésekre, hanem a nemzeti és nemzetközi versenyekre is alkalmassá teszi őket. Jelenleg a háromszéki megyeszékhely csak sátortetűs jégpályával rendelkezik, noha a jégkorongnak hagyományai vannak sepsi Györgyön. A Sepsi Aréna és a Sepsi USK stadion szomszédságában épülő sportlétesítmény orvosi rendelővel, öltözőkkel, médiateremmel, büfével és sportszertárral is rendelkezni fog.